Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napi vendégemet nem árulnám el, hanem egyfajta ilyen barkóba formájában körbeírnám, és szerintem nagyon hamar kitalálják majd a tévénézők, hogy kit látunk vendégül a mai napon itt a fehérvári beszélgetésekben. Azt a céget, amit mai napi vendégem vezet, nagyon-nagyon sokszor keresik meg a városlakók különböző ügyes bajos gondjaikkal, problémáikkal. Ez legyen akár közterületrendezés, aztán legyen égetés, kaszálás, parkolási gondok, problémák, aztán hóeltakarítás, sószórás, és még lehetne sorolni ezt a rengeteg probléma mennyiséget, amivel tényleg napi szinten megkeresik a városlakók ezt a céget. Nagyon sokszor kell neki olyan döntéseket hozni, ami nem mindig és nem mindenkinek felel meg, ezért természetesen sokan aranyba foglalják, és vannak, akik nyilván ezért nem foglalják aranyba az ő nevét. Nagyon komoly, nagyon felelősségteljes munkája van. Gondolom sokan kitalálták már, hogy a mai napon a vendégem itt a fehérvári beszélgetésekben Székesfehérvár városgondnoka, Bozay István. Szia, köszöntelek! Szia! Nagyon-nagyon sok mindenről kell, hogy beszéljünk. Téged ismernek a városlakók, ugye, mint városgondnokot, de mint magánembert és a magánéleti különböző hétköznapi dolgaidat nem ismerik, és mint magánember szeretnélek téged a mai napon mindenkinek bemutatni. Kezdjük azzal, hogy hogy lettél városgondnok. Ugye az nekem kicsit, ahogy szoktam mondani, tájidegen, hogy egy fiatal ember odáll a szülei elé, és azt mondja, hogy édesanyám, édesapám, én városgondnok szeretnék lenni. Na, mi volt ennek a története? Hogy volt ez? Ez nem is így volt. Önkormányzati szektorban dolgozom már nagyon régóta. Én 91 novemberében kezdtem el dolgozni a városi úszodában, mint műszakvezető. Uh-huh. Tehát egy önkormányzati, akkor még intézményben kezdtünk el dolgozni, és akkor mellette én a munka mellett végeztem el két főiskolát is, egy informatikus, egy közgazdász, és akkor mellette az ember, ahogy elkezdi a szokásos előmeneteli rendszert, egyre följebb, az úszodába lettem igazgatóhelyettes, utána egy beruházó cég, az előző stadionépítő beruházó cégnek a vezetésére kért fel a város, akkor azt csináltam még az úszoda mellett, és egyszer csak 2008-ban akkor még ellenzéki képviselők, jelenlegi polgármesterünk, Cserpalkovics András, illetve Égi Tamás kerestek meg azzal, hogy nem igazán találnak megfelelő embert, és akkor egy eléggé kiegyenlített közgyűlés volt, tehát nem olyan, mint a mostani, nagyjából egyenlő erőviszonyokkal állt fönn az akkori közgyűlés. Nem nagyon találtak megfelelő városgondnokot, az akkori már nyugdíjba vonult városgondnok helyett, hogy nekem kéne ezt megpályázni, valószínű az én személyemet mind a két oldal elfogadná. Ekkor én bementem az akkori polgármesterhez, Varvasovszky Tihamérhez, elmondtam neki, hogy egy ilyen felkérést kaptam, ő mit szólna ehhez, hogyha most a pályázatnál megpályáznám. Én akkor is Tihamérnak voltam beosztottja, mert mint Stadion Kft. Igazgató, illetve mint úszoda gazdasági és műszaki igazgató is, és az ő beosztottja voltam, tehát mint főnökömhöz is be kellett menni. Ő azt mondta, hogy ebbe támogat, ő látja bennem a fantáziát, azt gondolja, hogy el tudom ezt látni, meg tudom változtatni, meg tudom újítani ezt a céget. Én el is mondtam neki, hogy semmiképpen nem az addigi struktúrát vinném tovább, nagyon sok mindent máshogy, nagyon sok mindent szerintem jobban tudnék, vagy szeretnék csinálni. Ő azt mondta, hogy ez működhet, és meg is pályáztam. Szerencsére akkor a 2008. november 15-én akkor ellenszavazat nélkül át tudott menni az akkor a tényleg egy eléggé kiegyenlített közgyűlésen is az én megválasztásom, és utána elindult ennek az akkori intézménynek a megújítása, és azt gondolom, hogy teljes felfordítása, átszervezése és hatalmas szolgáltató céggé való szervezése. Igen. Egyébként megnyugtató dolog, és mai körülmények között szinte már elképzelhetetlen, mondjuk, hogy a két nagy erő mondjuk odáll egy ember mögé, tényleg egy emberként is támogatja, úgyhogy mindenképpen ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat jelent és megnyugtató. Említetted, hogy egyik végzettséged informatikus. Ugye ez az a világ, ami mondhatjuk, hogy heti szinten változik, hogy mennyire követed, kérdezhetném hétköznapi nyelven, mennyire vagy képben mondjuk az informatika kapcsán? Sajnos nem. Tehát ez egy nagy szívfájdalmam is, tehát amíg hiába tanultam, középiskolában is informatikai érettségit szereztem, majd utána informatikai, tehát itt a fehérvári, akkor még Kandó, most már Óbudai Egyetem, Kandón szereztem meg az első diplomámat, és utána, miután annyira nem ezt be a szakmába kezdtem el dolgozni, egyre távolabb, és az akkori,
Hát én 95-ben államvizsgáztam, most 95-től megnézzük most 2017, mi változott? Igen. Minden, tehát persze. Nem is hasonlítanak a mai berendezések arról, amit akkor tanultunk, és így, hogy az ember teljesen másban dolgozik. A véna megmaradt, tehát azt gondolom, hogy a Városgondnokságnak rengeteg nagyon korszerű és jó vállalatirányítási programja van, térinformatikai programja van, temető nyilvántartási programja van, tehát az a szemlélet véna megmaradt, ami az informatikai végzettségből adódik, hogy mire lehet használni az informatikát, de ezeket már végrehajtani nem tudom. A telefonommal szerintem a gyermekeim jobban elboldogulnának az alkalmazásokkal és különböző programokkal, mint amennyire én. Tényleg csak nem is értik, hogy miért nincsen megfelelő mennyiségű játék és alkalmazás az én telefonomon, miért csak e-mail, maximum egy Facebook, illetve az alap applikációkat használjuk csak, és miért pedig milyen jó telefonom van, miért nincsenek rajta ezek a nagyon praktikus és jó kis programok, hát mondtam, mert én ezeket nem ebben élek, és nem ezzel dolgozom. Persze. Még egy szakmai kérdés után elengedjük a szakmát, hogy ugye városgondnok, nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést, hogy egy városgondnok egyébként napi szinten mit csinál? Tehát mi a feladata egy városgondnoknak? Ugye felsoroltam a beköszönésbe pár dolgot, amivel megkereshetik a városgondnokságot a városban élők lakók, de egy városgondnoknak mi napi szinten a feladatot? Kérdezhetném azt, hogy néz ki egy napot például? Hát rengeteg értekezés, illetve értekezlet, értekezés, tárgyalás, vezetői értekezlet, kisvezetői, nagyvezetői értekezlet, ugyanez az önkormányzatnál, tehát ott mint beosztott polgármester úrnak az értekezletein, amikor érintett témánk van, rengeteg bejárás, különböző munkáinknak az ellenőrzése, amikor mielőtt elindul a munka, munkavégzés közben és a végén is legalább egyszer rá kell nézni a munkákra, hogy az ember saját szemével is lásson. Igen. Tehát rengeteg bejárás, ez jó, mert akkor az embernek nem kell az íróasztal mögött ülnie azért egész nap, illetve hát nagyon változatos, tehát ami azért nagyon jó az én munkámban is, ami miatt tényleg nagyon szeretem, az, hogy borzasztóan változatos. Tehát itt tényleg elindulunk a temetőtől az uszodáig, és akkor a fűnyíráson, a hóeltakarításon át, a útépítések, építkezések, nagyon sok építkezés, beruházási feladatot kapunk most már az önkormányzattól. Én ezeket nagyon szeretem. Tehát ez olyan jó érzés, amikor valamit építünk, például egy atlétikai centrumra az ember nagyon büszke. Tehát ez az tényleg az első tervezési vonaltól az ember követi addig, hogy most, amikor eljövök ide délután, és láttam, hogy milyen rengeteg ember szaladgál, tornászik, mozog a bregyó, ez jó érzés. Tehát azt gondolom, hogy akkor az ember olyan alkotott, aminek van értelme, amit szeretik az emberek, és ami egy komoly érték. Jó az értéket teremteni, de jó a városban is végig sétálni. Persze. A belvárosban, látom a kollégáimat, hogy dolgoznak, sepregetnek, normálisan állnak a munkához, szép rend van. Ez jó érzés. Tehát gyakorlatilag rengeteg tárgyalás, rengeteg értekezlet, nagyon sok bejárás. Ez egy hatalmas cég, 600 fő fölött vagyunk most már, 7 milliárd fölött van az árbevétele a cégnek, tehát ez egy nagyon nagy vállalat. Ennek a működésével azért, bár nem szeretek az íróasztal mögött ülni, rengeteget kell az íróasztal mögött ülni, e-mailezni, a vállalatirányítási rendszeren nézni a kifizetéseket, ezeknek a jóváhagyását, a nagyon szigorú számvitelnek a betartását, hogy mindenre pont annyit költsünk, se többet, se kevesebbet. Ez rengeteg, tehát ez egy most már inkább vezetői, tehát mint gondnok, nekem fizikai munkám az nincsen a várossal, de az összes többi kollégának. Tehát a mi 600 dolgozónkból legalább 400 ember az effektíve is dolgozik, az ő munkájuknak a feltételeinek a megteremtése, tehát ők tudjanak dolgozni, illetve amit csinálnak, az jó legyen és pont olyan, amilyent a mi tulajdonosunk, az önkormányzat elvár. Igen, pont ezért kérdeztem meg, hogy a városgondnok, hogy az mennyire jó kifejezés mondjuk erre a rengeteg feladatra. Ugye ez olyan, mint a projekt nagyon nagy dilemmán mindig, hogy mindenre már projektet használunk, hogy van erre jobb magyar szó, és igazából még senki nem talált. Ez olyan, mint a városgondnok, hogy ehelyett mondjuk valami másik pozícióval lehetne illetni ezt a rengeteg feladatot. Szeretem ezt a szót, mert ez egyrészt magyar, és nagyon jól leírja azt, hogy mit csinálunk. Tehát nem város üzemeltetési, strukturális menedzser, vagy valamiféle szörnyű nevet is ki lehetne ezeknek. Ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó szó, ez az intézményi vezetőt is városgondnoknak hívták, ez most már rendszerváltás óta így van Székesfehérváron, és én szeretem, most is inkább városgondnoknak szeretem magam hivatni, vagy ennek ezt így hívni is a saját munkámat, mint a Városgondnokság Kft. Ügyvezető igazgatója. Én azt gondolom, hogy sokkal, sokkal kevésbé leíró megfogalmazás, mint a városgondnok. Ez egy meg a városgondnokság szót sem változtattuk meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kifejező cégnevet találtunk. Igen. Ugye gondnokság, sokat beszéltünk erről, felmerül a kérdés, ugye egy gondnok, sőt egy egész városnak a gondnoka, azt feltételezzük nyilván, hogy ő egy
olyan ember, aki otthon is így ezermester, tehát bármi elromlik, megjavítja. Ugye beszélgettünk egy kicsikét adás előtt, felvétel előtt, hogy például otthon nálunk úgy van, hogyha mondjuk a szifon az eldugul, például ott a lefolyónál, ahogy mosogatunk, én azt szét tudom szedni, összerakni már nem mindig, én egy béna ember vagyok, bevallom őszintén, te hogy vagy mondjuk az ilyen hétköznapi apró cseprő, ami elromolhat, el is romlik háztartásban, munkával, meg tudod kétkezűleg oldani, vagy az én nem feltétlenül, és nem mindig? Hát nem mindig, nem mindig. Nem vagyok annyira ügyes, mint amennyire szeretném, meg amennyire a feleségem szeretné, hogy ügyes legyek, tehát ő neki sokkal jobb, nagyok, magasabbak az elvárásai, hogy hogyan kéne a munkákat ellátni otthon. Ettől függetlenül azért próbálom a munkák nagy részét ellátni. Nagyon sok mindent nem tudok. Éppen ma az egyik telephelyünket szemléztük a Mura utcában, egy asztalos műhelyt is megnéztem, és annyira jó illata volt, és mondtam a kollégáknak, hogy én gyerekkoromban, még mielőtt elindultam az informatika irányába, nekem nagyon tetszett az asztalos szakma, és mondták, hogy jöjjek segíteni. Mondom, nem szeretném elrontani ezt a sok szép faanyagot, mert a lelkesedés meg a lendület az meg lenne, de hát azért nincs meg hozzá. Azért ezekhez a szakmákhoz azért nagyon komoly képzettség is kell, tehát az iskolákban azért ezeket sokáig kell tanulni, és utána nagyon sokáig kell ezeket művelni. Szerencsére nagyon jó szakemberekkel vagyunk a Városgondnokságnál megáldva, nagyon jó, és most már eléggé stabil törzsgárdával tudunk dolgozni, úgyhogy semmiképpen nem avatkoznék bele az ő munkájukba, bár imádom a fának az illatát, annyira jó volt, még most is az óromban érzem, de nagyon-nagyon jó volt, ezért szeretek is egyébként ezeket a bejárásokon, elég sokat tartunk. Tanulsz sokat is, gondolom. Igaz? Igen, meg jó érzés. Tehát én egy gyakorlati ember vagyok, tehát én semmiképpen nem elméleti, mi a városnak a praktikus oldalát végezzük el, egyrészt a fenntartás, üzemeltetés és a fejlesztésnél is inkább a dolgok megoldásában vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó munkaszervezet. Gyermekkorodat említetted, hogy vonzottál még az asztalos szakmához, pont ez lett volna a következő kérdésem. Kicsit beszéljünk a gyermekkorodat. Milyen gyermek voltál? Jó gyerek, eleven gyerek, tanulógép, nem tanulógép? Minek készültél el eredetileg? Erről pár szót. Hát édesanyám szerint rendőrnek készültem, mert valami kutyás rendőrt játszottam az óvodában. Mindig erre természetesen már nem emlékszem. Ez egy kántor hatása például? Szerintem igen, én azt gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett, de a viccet félretéve. Nem voltam különösebben jó tanuló. Tehát én úgy érzem, hogy szerintem mindig úgy a lécet, ahova föltették, mindig azt ugrottam meg, semmiképpen nem sokkal fölötte. Tehát ha négyest kellett, meg az volt a szülők elvárása, akkor négyes, semmiképpen nem törekedtem az ötösre. Ettől függetlenül azért nagyon sokáig, tehát majdnem 20 évig jártam iskolába, és nem ugyanabba. Tehát... Igen, ez jó. Tehát nem hat osztály 20 igen, év alatt. Igen. Tehát azért sokat kellett tanulni. Azért. Tehát ahhoz, hogy tényleg egy ilyen méretű céget el lehessen vezetni, ahhoz műszaki és gazdasági ismeretek is azért bőven kellenek. Ettől függetlenül, tehát az ember stabilan, talán ez a 14-16 éves korba döbbentem rá arra, hogy azért komolyan kell venni ezt a tanulást, hogyha az ember magasabb iskolába is tovább szeretne menni, illetve nem valami nagyon nehéz életet szeretne, nehezen szeretne megélni, és akkor onnantól azért már az osztály jobbik tanuló felébe tartoztam. Nem, szerintem én jó gyerek voltam, tehát nem volt velem különösebb baj, a szokásos, tehát amikor az ember eléri az adott kiskamasz, nagykamasz korokat, megvannak. Akkor a maga butaságait azért én is megcsináltam természetesen, de alapvetően azért szerintem olyan nagyon sok probléma nem volt velem. Mi egy igazi katona családba nőtünk föl, az én édesapám, meg az ő édesapja is. Tehát nagyapám katonák? Is, édesapám is honvéd ezredesként vonult kiek parancsnokként vonultak nyugállományba, úgyhogy mind a ketten most már Isten nyugosztalja őket, tehát ők már nincsenek velünk. Kovott fegyelem a családban egyébként? Igen. Bár én azt gondolom, hogy talán itt ez a rendszerváltás előtti katonavilágból nagyon keveset szabadott hazahozniuk, tehát én nagyon keveset tudtam az ő munkájáról. Talán mostanában, mert többet mesélt róla már az utolsó években, hogy akkor mi volt és hol volt, merre. Akkor, amikor ő tényleg a rakétákat indított, vagy bármiféle őszintén nem is tudom, hogy pontosan milyen meg, de a végén hadkiek parancsnokként ment nyugdíjba, de előtte volt ilyen harcoló rakéta dandároknál is. Ezekről például sosem
sose tudtunk. Tehát fegyvereket véletlenül sem hozott haza, mindig is. A mai napig sincs ilyen fegyvermánia, bennem, és ezt nem próbálom, nem is tovább. Tehát ő nagyon-nagyon óvót féltett minket ettől, nem mutogatta a szolgálati pisztolyát és egyéb ilyenek. Tehát egy nagyon, mindez nagyapámtól származóan, tehát ő is ugyanezt ott, főleg azért az ő idejükben ez még intenzívebb volt, tehát ott az 56-os forradalom alatt, utána azért volt fegyver bőven, tehát attól azért volt mitől félteni édesapámékat, ráadásul volt egy nagyon-nagyon rossz öccse, tehát jó rosszak voltak ők ketten, tehát őket azért pláne védeni kellett akkor az 50-es években a rengeteg szabadon lévő fegyvertől. Úgyhogy ez egy katona család volt, minden jóval és rosszal. Egy fegyelmezett, egy nagyon-nagyon jó ember volt, nagyapám és édesapám is egy igazi katona családba nőttünk föl. És ti fehérváriak vagytok eredetileg egyébként? Tehát tőzsgyökeres mondjuk? Sárbogárdról, de Fehérvárra. Tehát a nagyapám Sárbogárd, nagyanyám őszik és Fehérvár, tehát ők már fehérváriak. Aztán, mint a katonákat azért vitte a sors, tehát ők Veszprémbe, Jutasra vitte a nagyapámékat el a sors. Utána már ők is visszajöttek Fehérvárra, ők maradtak. Édesapámot Várpalotára vezényelték az iskola után, úgyhogy én születésemtől, azt hiszem 7 vagy 8 éves koromig Várpalotán is éltünk, és utána jöttünk vissza Székesfehérvárra, de fehérvári család, tehát a szülő kötődése mindenkinek fehérvári. Beszéljünk ugye régebbi családról, beszéljünk a mostani családról, mit lehet rólatok tudni gyermekekről például? 12 a legfiatalabb gyermekünk, 20 éves a legnagyobb. Feleségemnek 2 lányával élünk együtt, az én gyermekeim, nekem 3 gyermekem van, tehát gyermek van a családban bőven, és az ő minden, az életkori sajátosságukkal tanulnak a legkisebbek, a 20 éves nagylányom már egyetemre jár, az előbb beszélgettünk, hogy egy különleges, egy lósportmenedzser, Kaposvára agrármérnök egyetemen, lótenyésztés, lósport szervező szakon tanul, mindene a ló, tehát őnek egy nagyon speciális irányban indult el az élete. Hát a kisebbek, 16 évesek még a gimnáziumot próbálják, több-kevesebb sikerre, valakinek több, valakinek hát kevesebb. A korban vannak, és persze, a kisebbek, a 12 évesek pedig még próbálják az általános iskola végét, minél jobban, hogy valami jó gimnáziumba persze bekerülhessenek. Őnekik a tanulás, hát mondom, a legnagyobb lányunk, őneki már elindult az életbe, hogy tudja, hogy mi szeretne lenni, és ebbe tanul, dolgozik, éppen ma lovas versenyen volt, onnan hívott nemrég, hogy sikerült neki. Jó sikerült egyébként? Jó sikerült neki, úgyhogy ügyeskedik. Gratulálunk neki. Szabadidőd nem sok van, említettük, rengeteg munka van, terepszemle, aztán íróasztal mögötti munka, tehát nagyon sok mindent kell csinálni. Ha van szabadidőd, most erre térnék rá, például mi a hobbid, mit csinálsz szívesen a szabadidőben, jut a idő sportra például? Szeretnénk, tehát egy heti kétszeri teniszt, azt mindenképpen úgy tűnik, most már egy jó ideje sikerül biztosítani, korán reggel, tehát a délutáni órákat nagyon nehéz valami fix időhöz kötni, ezért ez a korán reggel, ez a 7-től 8-ig, ami hetente kétszer, azért most már nagyon régóta össze tud jönni, ez jó, tehát ennyi persze mozgás azért mindenképpen kell. Hétvégenként szeretem a kertet gondozni, füvet nyírni, bokrokat, tehát a kertbe. Igen. Feleségem szerint jönni-menni, de természetesen azért az ember valamit tesz is. Úgyhogy ez a kertészkedés, ami engem azért megnyugtat, kikapcsol így hétvégén. Uh-huh. Azon felül szeretünk utazni, feleségemmel kettesbe, vagy gyerekekkel nyaralni, síelni szeretünk eljárni télen. Uh-huh. Úgyhogy gyerekekkel is, vagy ha van lehetőség külön is, tehát próbálunk utazásra. Próbálunk azért valamennyire szabadidőket elcsípni. Leginkább azért az akkor működik jól, amikor úgy általános leállás is van. Tehát a karácsonyi időszakban van egy kis megnyugvás, illetve nyáron, amikor egy kicsit azért lassabban halad az önkormányzat, lassabban mindenki szabin van, akkor könnyebb kicsit hosszabb egy-két hétre is elszakadni a cégtől, várostól. Férfi emberek nagyon szeretnek enni, én is egyébként, és egyre több férfi ember főz. Te hogy vagy mondjuk a konyhával, a konyhaművészettel? Tudsz-e főzni, szeretsz-e főzni? Én nem nagyon főzök. Nekem feleségem nagyon jó főz, és ő nem is nagyon szereti, hogyha én ott okvetetlenkedek van, a konyhába. Így van, mert utána mondják, mint a mondjuk hirosimai állapotok vannak igazából. Hát nálunk nincsenek, mert én nem főzök, én bölcsen
visszavonultam, bölcsen visszavonultam, és inkább a kertbe, vagy bármilyen más házi munkába veszem ki a részem, de inkább a kert. Tehát a házi munka, tehát ő egy klasszikus feleség, házi munka, konyha, ő azt gondolja, hogy azt mondja, hogy az az ő terepe, abba nekem nem kell, vagy abba én ne folyjak bele, ezt ő rendezi, ő sem jön ki az én füvemet lenyírni, mondja ő így. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen megállapodás nálunk, úgyhogy én a konyhában nem veszek komolyabban részt. De biztos van kedvenc étele, nyilván abszolút kedvenc, hogy van ilyen egyáltalán? Így van, hát igazából mi a jó magyaros ételeket magyaros szeretjük. Étele. Tehát nem a zsíros, de magyaros, a fűszeres, az ízes ételeket szeretjük. Jó is kacsa, töltött káposzta, tehát ezek a, de egyébként azért hétköznapra nem hétvégeken, amikor egy-egy hétvégén lehet azért ilyen, inkább ünnepnapokra jönnek össze azért ezek a tartalmasabb ételek, tehát ezeket mi se tudjuk már megenni azért minden napra. Igen. Szabadidő az nyilván hozzátartozik, például az, hogy az ember leül a családjával, filmet néz, vagy éppen elmegy moziba. Van-e mondjuk filmed, ami nagy-nagy kedvenc, és többször megnézted, vagy megbírnád nézni? Vannak elsősorban a magyar filmek közül talán, ami jobban. Mondtad a Szomszédokat egyébként, hogy nézed te is. Például mostanában, amikor éppen úgy estére van egy fél óra szabad, ez azért jó, mert ez egy fél óra elég rá, nem úgy, mint egy nagy filmre. Így van. Ott azt jó nézni, hogy tehát a mi gyerekkorunkba visz egy kicsit vissza, igen. Tehát ez a nosztalgiázás miatt egyébként jó ránézni, hogy tényleg milyen volt akkor. Az ember emlékszik, de azért nem úgy, mint ahogyan most egy filmben, ott elég jól visszaadja, hogy milyen volt az akkori hangulat. Szeretem a történelmi filmeket, Hidember nekem nagy kedvencem, Széchenyi, ez egy... Ő egy Eperjes Károlyt nagyon szeretem, mint színészt. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez. 6-3 jázdújra, ugye az igen, tehát ezeket a filmeket. Magyarok egyébként nagyon feljöttek most, hogy megnézzük a új magyar sorozatokat, tényleg amiket mondjuk az egyik kereskedelmi csatornán is adtak, ugye most vége lett mindegyiknek, de lesz folytatása. Nagyon jó feljöttek vígjátékokban, meg a történelmi jellegű filmekben, úgyhogy tényleg ezek felé érdemes orientálódni. Még ami hátra maradt ilyen hobbi témakörben, mondjuk a zene. Hogy mi a véleményed a zenéről, mi a kedvenced, mit gondolsz a mostani zenékről, a mostani slágerekről, például mennyire hallgatod szívesen őket? Hát a zenében nem vagyok nagy zeneértő. Tehát szeretem a klasszikus zenét is szeretem hallgatni. A mai zenékből azért nagyon sok olyan van, amit szerintem nehéz már nekem meghallgatni. Rádióban inkább akkor az ember átváltja a csatornát az autóba. Sajnos olyan igazán nagy zeneértő nem vagyok. Nem, úgy leülni, hogy most zenehallgatás, most hallgassunk meg egy CD-t, egy zenét, nagyon, nagyon ritkán van, nem is igazán történik. Amit éppen a rádióban, és általában arra a rádióra hangolódom, ahol általában azok a zenészthető kicsit régebbi zenék szólnak. Tehát úgymond a retro kategóriában. Egy kicsit retro, igen. 90-es. Igen, bár a mai zenék közül is van egy-kettő, amelyik egészen jó. Persze. Azt gondolom, az olyan közepesen hallgatható, nem túl... Nem a tűz zenék, akkor. Igen. Ezeket a hallgatható dallamos zenéket szeretem. Munkához hozzátartozik azért, legyen az embernek stressztűrő képessége, meg konfliktus megoldó képessége, mert a vezetői munka az, főleg, hogyha ennyi embert irányítasz, és ennyi mindenért vagy felelős, hát ez nagyon komoly, tényleg ebéli, azt gondolom, képességek kellenek. Hogy bírod például a stresszt? Jó bírod? Egyéb stressztűrő ember vagy? Nem tudnak kihozni könnyen a sodródból? Szerintem te stressztűrő vagyok, nem nagyon lehetnék más. Tehát azt gondolom, hogy annyi stresszel jár azért a mai vezetői munka már, ami nem működne másként. Tehát akkor az ember nem tudna ellátni ezt a feladatot, tehát ezt meg kell szokni, hozzá kell szokni, és ezt tűrni kell. Meg kell tanulni az apróbb dolgokon nem fennakadni, nem rágódni rajta túlságosan sokáig. A fontossági sorrendek nagyon fontos, hogy azokat fel tudjuk állítani. Tehát mi az a mélység, ameddig még le szabad menni a problémákba, és mi az, amit már el kell engedni, és ezzel nem foglalkozunk, mert akkor a nagy jelentős problémákkal nem fogunk tudni, nem marad rá energia foglalkozni. Tehát ezt próbálom egyébként a kollégákat is, elsősorban a vezetőimre is rábeszélni, hogy a nagyon apró cseprő dolgokkal ne essünk szét, mert akkor nem marad idő a lényegi dolgokra. Igen.
rengeteg táblázatunk van, rengeteg nyilvántartásunk, amivel ezeket a projekteket, feladatokat valahogyan átlátható formába öntjük. Ezeket elsősorban én a saját szememre kérem a kollégáknak, tehát olyan formába, olyan struktúrába, olyan Excel táblába kell nekik szerkeszteni, amit én elvárok, és akkor ezekből aránylag gyorsan lehet a döntéseket meghozni. Tehát megpróbáljuk a rengeteg információt valahogy kockákba zárni, és a kockákat könnyebben átlátni és megérteni. Problémák esetén pedig a vállalatirányítási rendszerben van egy csomó fék, riasztás, figyelmeztetés, amikor meg az ember észreveszi, hogyha valamivel probléma van. Lassan-lassan a műsor végéhez érünk, sajnos pedig rengeteg mindenről tudnánk még szerintem beszélgetni több órán keresztül. Mennyire vagy szigorú ember, szigorú vezető? Én szerintem szigorú. Szigorú vagy? Én azt gondolom, hogy igen. Tartanak tőled az emberek? Egészséges? Igen, de ez nem nagyon megy másként. Tehát én egyrészt nagyon hiszek a piramis felépítésbe, a Városgondnokság egy piramis felépítésű cég, vezetők, még vezetők, művezetők, és akkor végén a végrehajtók. Szerintem nem megy ez másként. Tehát a vezetőknek egyrészt van egy felelőssége, azt akkor tudja vállalni, hogyha teljesen egyértelmű, hogy mi az, amiért ő felelős, és azban neki kell meghoznia a döntését. És ezt szigorúan kell. Tehát az ember nem elég szigorú, akkor vele, nem? Visszaélnek vele, illetve azért ez egy, tehát itt 600 ember dolgozik, ez sok száz család, ha összeadjuk, sok ezen embernek a megélhetése, az egzisztencia. Ez egy 80 fős cég volt, és előtte mindenki más alvállalkozók voltak, mindenféle, még amerikai székhelyű alvállalkozó, nagy rendszerek is voltak még itt, amikor én átvettem ezt a akkor még intézményt. Na most abból kialakítottuk ezt a rengeteg munkavállalót, akiknek egy biztos egzisztencia kell nyújtani. Na most, ha mi hibázunk odafönt, azért, mert esetleg elnézők vagyunk bárkivel is, határidőmód csúszásokkal vagy minőségi problémákkal, akkor az összes ember egzisztenciájával játszom, és ezért ebben nem szabad. Tehát ezt én azt gondolom, illetve ha valaki normálisan, tisztességesen dolgozik, akkor ő is elvárja, hogy ezt várjuk el, ezt a színvonalat várjuk el a többiektől is. Tehát én azt gondolom, hogy határozottnak és szigorúnak kell lenni ahhoz, hogy jól működjön a cég, de meg kell próbálni ezt igazságosan. Tehát nem magdalkozva, nem felesleges hülyeségeket kitalálva, de amiket kitalálunk és amiket fölállítunk, azokat végre kell hajtatni a kollégákkal. Műsor végén beszéljük a jövőről. Mint magánember kérdezek, van-e valami nagy-nagy jövőbeli grandiózus terved, akár elutazni való, vagy bármi más, amit meg szeretné még valósítani? Van rá még időd, bőven nagyon fiatal vagy, de mi az, amit még el szeretnél érni? Olyan különösebben nagy grandiózus terv, ennyi gyermekkel, akiket mi nevelünk. Én azt gondolom, hogy az első számú cél az, hogy a gyerekek elinduljanak az életbe, egy normális képzéssel, végzettséggel, világszemlélettel, tehát jó emberek legyenek, ez talán a legfontosabb. Úgy nekünk, én szeretem azt, amit csinálok, én azt gondolom, hogy főleg Székesfehérváron ma jó városgondoknak lenni, a lehetőséget, a erőforrásokat megkapjuk a várostól, amiket szeretnénk. Tehát itt most már inkább lassan az alvállalkozó és a dolgozói erő, ami korlátozza azt, hogy mennyi mindent csinálunk meg egy évben. És ez jó. Tehát ki lehet találni jó ötleteket, azokat meg lehet valósítatni. Nagyon jó, mert egy alkotói szabadságot kapunk polgármester úrtól, tehát nem szól bele a napi működésébe a városgondnokságnak, megvan éve elején, hogy miket kell végrehajtanunk, azt milyen keretrendszerbe, hogyan, miként kell megoldanunk, és ezeket végre kell hajtanunk. Ez jó, de kettő között, hogy ezt hogyan csináljuk, az teljes egészében az én, illetve a vezetőtársaimnak a felelőssége. Ez jó. Én azt gondolom, hogy ezt szeretném továbbvinni, újabb és újabb dolgokat megépíteni, felújítani, üzemeltetni, és magánéletben igen, vannak utazási céljaink, feleségemmel beszélgetünk, hova kéne még elmenni, szeretünk utazni, főleg amíg fiatalok vagyunk, úgy érezzük mi még, addig szeretnénk távolabbi úti célokat is, erre mindig spórolunk, félreteszünk egy kis pénzt, úgyhogy vannak úti céljaink, amiket még szeretnénk megnézni a világban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a mai napon. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.